Milyen táplálással összefüggő betegségek lehetnek hajlamosak leginkább a kistestű evek? Itt nekem az két dolog ugrik be először is, ugye már elég sokszor beszéltünk róla, itt is csak röviden összefoglalnám, hogy ameddig a kutya felnőtt nem lesz, addig érzékeny a nevelésre, hogy hogyan etetjük, milyen módon, mennyi kalóriát kap, mennyi a kálcium, mennyi a D-vitamin, tehát egyáltalán az etetésnek a minőségére érzékenyek. Általában a kistestű kutyák kevésbé érzékenyek ebben az egyébként nagyon inkriminált időszakban. Ami viszont nagyon jellemző és igen gyakori, hogy a vemhesség az egy nagyon nagy változás a kistestű kutya életében, és ott létrejöhet egy olyan szituáció, amikor a vemhesség végén olyan mennyiségű kálciumot épít be a kölykökbe, és a tejelés, a szoptatás megindításával, megindulásával olyan mennyiségű kálciumot ad le a tejbe az anyakutya, hogy ez lezsarolja a szervezetét, legfőképpen a kálcium tekintetében, mert hiszen tudjuk jól, hogy az anyai szervezet önfeláldozóan viselkedik. Mindent az optimális tejelválasztás igényének megfelelően próbál elkészíteni. Tehát úgy a vegykonyhája úgy van elkészítve az anyakutyának, hogy ott optimális legyen a tej összetétele, és hát természetesen a vehem utolsó, tehát a vemhesség utolsó szakaszában is önfeláldozó módon építi be az összes olyan anyagot a kőkökbe, ami valójában az ő testéből fog hiányozni. Ha ebben nem vagyunk partnerek, ha itt nem tudunk, és nem tudatosul bennünk, hogy ebben nekünk segíteni kell, változtatni kell a tápon, ezeket az anyagokat, amik nagy mértékben hiányozni fognak az anyai szervezetből, nem építjük be, mert nem adunk neki ebből egy túlkínálatot, nem biztosítunk, akkor létrejöhet akár egy olyan állapot is, amit ellési tetániának hívunk, egy olyan állapot, amely nagyon komoly görcsökben, akár ilyen epilepsziás roham-szerű görcsökben nyilvánul meg. Ezek látványosak és nagyon veszélyesek is, tehát ezeket valóban jó elkerülni. Tehát ilyenkor, amikor vemhesség, kistestű kutyának a vemhessége zajlik, akkor az utolsó trimeszterben már kérjük ki az állatorvos tanácsát, milyen táppal etessük, és legfőképpen a szoptató kutyának milyen tápot adjunk. Ez egy fontos kérdés a kistestű kutyáknál. Ebben tudnám most így összefoglalni a kérdésre a választ.